Sziasztok, én Klobi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videóban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek sors napot szeretnék kívánni. Végre el is érkezett ez a pillanat, amire mindenki várt, méghozzá a szeptember 1. De most őszintén, bárki is várta, bár amúgy tudja, hogy van olyan ember, aki igen, de szerintem azért döntő többségben most mindenki fogja a fejét és szenved. Írjátok le amúgy a komment szekcióba, hogy ti vártátok-e a sulit, hogyha suliba jártok, vagy pedig sem, és derítsük is ki, hogy milyen ez az arány. De ne aggódjatok, a bátyára tudjátok, hogy mindig és mindenkor számíthattok. Szóval bármennyire is rossz napod van most, én itt vagyok, és a most következő videóban vissza a suliba bakikat fogunk megtekinteni, és remélhetőleg nagyon jól fogunk szórakozni. Szóval akkor kezdjünk is bele. Micsoda futások pörögnek ott! Csajszi! Hát miért nem nézel körbe, mielőtt kilépsz oda? Úgy, hogy tudod, hogy egy futópályára lépsz ki. És kiabál neki, hogy jól vagy, biztos, hogy jól vagy, semmi bajod, semmi bajod. Jaj, mert most kiégek. Hát mi lesz még itt akkor? Már nem azért. De ez amúgy biztos, hogy jó ötlet, hogy te táskástól fel leszel oda lógatva? Hát, nem a legnagyobb elmeő, maradjunk annyiban. De hogy esett le? Leszakadt? Aha, leszakadt a fogas. Hát nem arra lett az tervezve, na, látszik is. De nézzük a jó oldalát, nem esett semmi baja, és csak ő is nevet magán, hogy hogy lettek ekkora állat. Milyen menő kulacsod van. És a másik srác pedig így szépen átlép rajta, de ő hogy esett le arról a székről? Csak így random lecsúszott, mert annyira el volt foglalva azzal a kulacsa, hogy megérkezett a másik gyerek, aztán megijedt tőle? Lehetséges, hogy az általánosnak ő az ottani alfája vagy valami, és már át is adta neki a helyét. Mégis hova kerültünk? És amúgy az a legeslegjobb az egészben, hogy akik oda a falra vannak ragasztva, igazából nem diákok, hanem tanárok. Mekkora tagok már, hogy ilyet bevállalnak? Biztos vagyok benne, hogy nem sok tanár vállalná be ezt az egészet. Na de most ki fogják húzni alulluk, amin állnak. De hát sajnálatos módon a ragasztó nem tartotta meg. Pedig én amúgy simán elbírtam volna képzelni, hogy annyi ragasztó ott fogja tartani őt a falon. Na de a másik tanárt hát, ha megtartja. Na de húzzátok már ki a másik tanár alól is. De nem már, hogy azt nem láthattuk. Pedig tuti, hogy az is megtörtént, csak hát sajnálatos módon nem lett levideózva. Csak el ne... Essél, Csajszi. Ilyenkor kell büszkén tovább lépni, minthogyha mi sem történt volna, nem pedig elsüllyedned szégyenedben. Fel a fejjel! Nincsen semmi baj. És egyen meg, még a cipő is leesett a lábáról. Lehetséges amúgy, hogy pont az miatt esett el. Lesznek itt ilyen nagyon fájdalmas bakik, mi? De hát nagy szerencsére a mogyorói megúszták, és még lesznek akkor így unokái. Amikor anyukád mondja, hogy viselkedjél, ne nyújj semmihez, és legyél jó. Te meg. Hozod a szokásos formádat. Haver, így amúgy simán kitörheted a fogadat meg minden. Nem jó ilyenekkel szórakozni? Sokkal, de sokkal több ilyen jókedvű, életvidám tanár kéne. Nekem miért nem voltak ilyen tanáraim? Azaz, nem fogsz elesni, bírod, srác! Nyomod! Nyomod! Most nem azért, de volt egy olyan akadály, amibe nem ütközött bele. De hát figyeljetek!
Jaj, nem bírom. Ő mindent megtett, és lelkesen nem áll meg, és nyomja. A kitartás a lényeg. Nem szabad feladni, meg tudod csinálni. Erről van szó. Mindenki már neki szurkol. És a kitartó munka meg is hozza az eredményét, és eléri a célját, és ott is van bent a célban. Tapsoljuk meg a csávot, megérdemli. Micsoda kötélhúzás pörög ott. De most nézd, amúgy, hogy az a csávó rossz irányba húzza a kötelet. Hát te kivel vagy, arc? Már át is állították. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy ő az ellenfél csapatnak a beépített embere volt ott. Na, lelkesen mennek vajon iskolába, vagy nem? Srác, óvatosan! Annyira nevettem amúgy volna. Hogyha kijön valaki a buszból, bőgve, hogy elérkezett a szeptember 1, és újra kezdődik az egész. Na, a jó kis diplomátadó. Azaz! Amúgy, ez nem volt olyan cink. Lehetett volna sokkal, de sokkal rosszabb is. Nagyjából beadtad azt a szaltót. Most amúgy nem tudom eldönteni, hogy ő ezt az egészet csak paródiából csinálta, és a haverját parodizálta ki, aki az előbb félig meddig tudott szaltózni, vagy pedig kajakra. Ő azt hitte, hogy tud szaltózni, és szaltózás közben jött rá, hogy amúgy mégsem. De ő, figyeljetek, megpróbálkozott vele. Hoppá, hoppá! Olyan csúnyan el fogsz esni, csajszi! Úgy féltem amúgy ilyenkor az embereket, hogy nehogy valami komolyabb bajuk legyen. Beadott egy kis délutáni szunyát, és amikor felkelt, látta, hogy sötét van, ezért ő azt gondolta, hogy már korán reggel van, és azt hiszi, hogy neki iskolába kell mennie. De hát akkor ezek szerint gondolom, hogy az éjszaka kellős közepe lehet, és baromira nincsen reggel, és a csajszi már ott készülődik, és mondja az édesanyjának, hogy anya, csináld már meg a hajamat, hogy jól nézek ki a suliba, és amúgy mennyire szemét már az anyukája, hogy nem szól neki, hanem csak videózza a lányát. Már mossa a fogát, és készülődik nagyban, és közben ott van az idő, hogy igazából este 60. Hogyha szülő lennék, valljuk be, szerintem én is simán beadtam volna, hogy nem szólok. De nem már, hogy ilyen messzire viszel. És elviszi kajakra a gyerekét este 6-kor a suliba. Azért én ennyire gonosz nem lettem volna, azt tudti. Hát de nem is lesz nyitva az iskola. Nem gyanús, hogy senki nincsen a környéken. És szegénynek. Most esik le, hogy valami probléma van itt. Az anyja pedig mennyire örül a fejének. Este van, kicsim. És most realizálta teljesen, hogy bizony egy kicsikét ezt benézte. Mennyire nem tűnnek a srácok lelkesnek. Ez az első napjuk iskola után, és most sétálnak el a sulitól. Rossz napotok volt, srácok? De gonosz az anyuka is, pont mint most én. És érted? Nem elég, hogy alapból már rossz kedved volt, még el is esel. Amikor azt hinnéd, hogy nem lehet rosszabb, és hogy nincsen lejjebb, akkor jegyezd meg, hogy mindig van lejjebb, és mindig lehet rosszabb. Szóval legyél hálás. Kövess engem, jó? Egyen meg!
nem akar az anyukája nélkül elmenni suliba. Gondolom, hogy neki is ez lett az első napja. Szegénykém, nagyon szomorúnak tűnik. Milyen nagy napod van? Tudod, milyen nehéz az első osztály és az első nap? Megértem, Csajci. De képes vagy rá, meg tudod csinálni. Mindenkivel jól ki fogsz jönni, és mindenki kedvelni fog téged. Miért érzem, hogy ők sem fogják bírni átszakítani? Azaz, meg lesz, az képesek vagytok rá! És tudjátok, amikor vették, oda volt ráírva, hogy nagyon könnyen átszakítható meg minden, hát titeket bizony csúnyán átvertek. Na de akkor ennyi is lett volna ez a videónk. Nagyon, de nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és hogy feldobta a szeptember egyeteket, és hogy most egy kicsikét jobb kedvetek lett. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Minden ott van lent a leírásban. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg. És akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem. Már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről sem, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok. Majd hamarosan találkozunk. Addig is, szevasztok!